kéne kitalálni, jó, hogy jó működjön. 3 hete nyitották meg a Tolnai Dunaholtág és a Dombori közötti zsilipet. A műveletre azért volt szükség, mert utóbbi medrében vészesen alacsony volt a vízszint. Akkor a biztonságos üzemi működéshez 32 cm-nyi többletre lett volna szükség. A szokatlan szárazság és a forró nyár miatt a helyzet azóta sem lett sokkal jobb. Most a helyiek abban bíznak, hogy Paks felől a Dunán kapnak majd vizet, valamint pénzgyűjtésbe is kezdtek, arra az esetre, ha további beavatkozásra lenne szükség. Ezt mondja Fad múlt hónapban leköszönt polgármestere. Összegyűlött közel 10 millió forint a vízutánpótlásra. Ha szükséges lesz, akkor a vízügy a folyóból be fog emelni a szükséges mennyiséget, hogy a strandszezon az zavartalanul lezáruljon. Nem csak Domboriban, hanem a Duna Tolnai és Bogyiszlói holtágában is szokatlanul alacsony a vízállás. Ez már évek óta tartó tendencia. A vízügy szakemberei ezért tanulmányt készítettek azzal kapcsolatban, hogyan lehetne tartósan orvosolni a problémát. Mind a 3 holtág rész külön-külön vízbetáplálást kapna, és mi folyamatosan ennek a tanulmány készítésénél jeleztük, hogy a legbiztosabb háttér a Duna folyó lehet a vízpotlások esetére. Ehhez viszont szivattyútelepeket kell kiépíteni az élő Duna és a holtágak közé. A terv az, hogy ezek majd napelemes rendszerekkel működnek, jelentősen csökkentve az üzemeltetési költségeket. A beruházáshoz szükséges forrás több 10 milliárd forint is lehet. A vízügy és az érintett 3 önkormányzat munkatársai most azon dolgoznak, hogy előteremtsék az erre fordítható pénzt.